Ennek a projektnek az volt az elsődleges célja, hogy a résztvevő klasztereknek bemutassa, hogyan kommunikáljanak a kis és közepes vállalatokkal, hogyan ismerkedjenek meg a hasznos információkkal és a technológiai újítások lehetőségeivel. Az Újvidéki Ekopannónia klaszter a projekt befejezése után bronz tanúsítványt kapott, amely az európai szabványok alapján az első fokozat a klaszterek szervezettségében, nyilatkozta a klaszter vezetője. A másik projektum az indult 2017-ben és 2019-ben zárul. Ennek viszont már egy lépéssel előre haladtunk, az pedig azt jelenti, hogy nem csak a környezetünkben, a szűkebb és tágabb környezetünkből fogunk cégeket tagosítani és cégeket képezni ki mindenre, amit megtanultunk, hanem elmegyünk a keletre, távol-keletre is, elmegyünk, és indiai utazásaink lesznek, Tájván, Vietnámba megyünk, Szingapurba megyünk, ahol lényegében ottani cégekkel, ottani cégeket próbálunk összehozni a mi tagjainkkal. Nenad Grbić energiaügyi titkár elmondta, hogy a tartományi kormány továbbra is támogatja a klasztereket, amelyek fontosak a kis és közepes vállalatok fejlődése szempontjából. Az elmúlt században a lakosság száma megháromszorozódott, az energiafogyasztás pedig a 30-szorosára nőtt. Mindannyiunk tapasztalata azt mutatja, hogy a lehető legtöbbet kell befektetni, főleg amikor a gondolkodásunk átformálásáról, az ökoenergiáról és kultúráról van szó. A záró konferencián 5 ország, Szerbia, Magyarország, Németország, Lengyelország és Románia vett részt. Egy klaszter regionális szinten ott vált ki tevékenységét. Most, ha több klaszter összefog, akkor nagyobb térségben tudunk gondolkodni. És ez az együttműködés az Ekopannónia klaszterrel, vagy az Archenergel, tehát tulajdonképpen egy kelet-európai összefogásról is tudunk beszélni. Tehát Duna régióról tudunk akkor elmélkedni, hogy milyen irányba, hogy építjük ki ezt a régiót. Az értekezleten résztvevő klaszterek tagjai szerint a hazai és a külföldi klaszterek között jó az együttműködés.